mi ezért vagyunk itt, hogy önöknek is jól kezdődjön az új év, és vidámságban és örömmel teljen az egész év. Erről szeretném ma gondoskodni. A közönség szórakoztatása a cél, mondta a Budapest Ragtime Band zenekar vezetője. A 40 éves jubileumát Szekszárdon ünneplő együttes 1980-ban alakult, főiskolát, illetve zeneakadémiát végzett zenészekből. Újdonsággal is készült a Babits Mihály Kulturális Központban a 2020-as év első koncertjét adó zenekar. Hallottuk, vagy hallották ezt a filmet, hogy Nagy Balhé, Sting, amiben eredeti Scott Joplin Ragtime-ok voltak filmzeneként felhasználva. És tulajdonképpen ez adta az ötletet. Meghangszerelték az ismert Scott Joplin Ragtime-okat, és így indult a zenekar. Nagyon jól sikerültek ezek a hangszerelések, persze bekerültek utána tradicionális jazz elemek, vidám feldolgozások, és hát tetszett a közönségnek, és később kikerült ez a külföldi produkciókba is, a ügynökségek megtalálták, szerveztek a koncerteket, és hát tetszett, és hát ráalakult egy brand tulajdonképpen erre az egészre, és hát bejártuk a világot azóta, 40 év alatt. Mi itt kezdünk Szekszárdon, és folytatjuk Jászberényben, Budapesten, és itt tovább. És hát szeretnénk majd ősszel két nagy koncertet csinálni, egyet az Óbudai Társaskörben, és talán a Műpában. Ezek még megbeszélés alatt vannak, illetve tárgyalások alatt vannak. Vendégekkel, stb. Stb. Tulajdonképpen olyan nagy feneket nem kerítünk ennek a dolognak, mert tulajdonképpen az embernek, egy ilyen zenekarnak, meg mint a muzsikusoknak az a legjobb, hogyha minél több koncertjük van, és járják az országot, a világot, és ödevet okoznak a közönségnek. Alapjában véve a korai jazz, az early jazz, a tradicionális jazz és a ragtime keretein belül játszunk mindenféle dolgokat. Vannak klasszikus feldolgozások, amiben vannak pici show elemek, vidámságok, van a klasszikus jazz, a tradicionális jazz és a ragtime. Ennek az szerencsés egyvelege vagy keveréke a mai program is, és általában a program. Ezt szeretik a közönség. Ma hoztunk egy fiatal jazzénekes fiút is, aki pár Sinatra által fémjelzett standardeket is el fog énekelni. Mindig próbálunk, most ez így nagy divat, hogy vendégek, meg mindenféle, mindenki mindenkivel összeáll és dolgozik. Mi nem szeretnénk nagyon elmenni, de ma lesz egy ilyen kis trüváj a dologban. Thank you.
Ragtime címmel 1984-ben készült el a zenekar első önálló hanglemeze. 1990 óta 8 felvételük jelent meg. Magyarországon kívül felléptek többek között a Berlini Filharmóniában, Mexikóban és Sacramentóban, a világ legjelentősebb jazzfesztiválján is. Fontos küldetésüknek érzik az ifjúság nevelését. Ezzel kapcsolatban többször jártak Szekszárdon is. Szekszárdon is voltunk ebben a megyében ifjúsági koncertet tartani, ez középiskolásoknak és általános iskolásoknak. Már 25 éve csináljuk, ilyen kicsit ismeretteljesztő, kicsit szórakoztató 45-50 perces műsor, ahol a jazzről, a ragtime-ról, a klasszikus zenéről, a hangszerekről beszélünk, játszunk, és nagyon szereti az ifjúság. És ez egy küldetés tulajdonképpen, és nagy örömünkre szolgál nekünk is, mert nagyon hálásak a fiatalok. De fontos, hogy ezt is életbe tartsuk, vagy életbe tartódjon szép magyarsággal. Örülünk, hogy tetszik nekik, és nagy örömmel csináljuk még egyszer. Ez nagyon fontos a fiatalság nevelése, mert picit elkezd a dolog nagyon a gép felé, meg mindenféle. Tehát az élőzenét nem nagyon proponálják mostanában, de hát reméljük, hogy majd ez változik, vagy ha nem, akkor mi ezt életbe tartjuk, vagy próbáljuk életbe tartani.